Körforgásos gazdálkodás, ez a címe a Pécsi Vásárcsarnok új kiállításának. Az őstermelő, kistermelő azt mondja, ez nem egy új dolog a földművelésben. Ezt a módszert alkalmazták őseink is. Gyakorlatilag ezt vetésforgó szaknyelven, hogy minden évben ugye cseréljük a növénykultúrákat abban az adott területben. Itt lehet parcellázni, gyakorlatilag ezeket a parcellákat minden évben máshova ültetjük ezeket a növényeket, és ezzel próbáljuk megóvni a talajnak az értékét. Ez a módszer jót tesz a termőtalajnak, amit a kistermelők, őstermelők alkalmaznak is. Ha folyamatosan ugyanazt a növénykultúrát használjuk, akkor kizsigereljük a földet, és hát ugye próbáljuk egyéb más technikákkal is rendbe tartani, ugye a szerves trágya, a szármaradványok visszadolgozása, és még folytathatnám. A Pécsi Vásárcsarnokban rendszeresek az olyan kiállítások, események, amik hasznos információkat adnak kicsiknek és nagyoknak, mondja a kommunikációs referens. Ugye időről időre mindig valami kiállításra készülünk, most a körforgásos gazdaság című kiállításunk van, ahova várjuk szeretettel a kisiskolásokat, óvodásokat. Ugye csak emlékeztető, volt már a méhecske, volt már gomba, volt már virág, volt már halacska, de a körforgásról, amit vetésforgónak is hívhatunk, kicsit többet megtudhatnak itt nálunk bármikor, minden érdeklődött szeretettel látunk. Ezeket a horgolt állatokat például a talajban élőkről mintázták, hogy bemutathassák az érdeklődőknek, de sok mást is megtudhatnak az iskolások, akár egy ide szervezett biológia óra keretében. Milyen élőlények vannak a talajban, hogy támogatnak, segítenek minket a gazdálkodásunkban, mit miért egymás után ültetünk, és miért nem ültetjük folyamatosan a növénykéinket egymás után. Tehát nagyon-nagyon érdekes, de az avar világáról. Tehát ez egy komplett biológia óra tud lenni, hogyha ide eljönnek. Elsősorban a kert került a fókuszba, így gyakorlatilag minden olyan folyamat, ami egy kertben zajlik, megismerhető. De kitérnek a kiállításban a vegyszermentességre, az egészséges életmódra, a divatra, a permakultúrára, vagy a minőségi időre is. A kiállítást szeptember végéig láthatják az érdeklődők a Pécsi Vásárcsarnokban.